Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát látják. Tartsanak velünk! Halasi tükör, a városi heti lap. Évzáró tükör. Címlapon az elmúlt hét legfontosabb történései. Történelmi pillanat. Halasra látogatott Szent II. János Pál pápa személyi titkára. Ittasan, jogosítvány nélkül, súlyos büntetést kaphat a kislányt elgázoló halasi autós. Milliárdos fejlesztés, jelentős beruházásra készül a Halaspark. Halasi tükör. Keresse szerdánként a szokott helyen. Késelés még úton. A 27 éves garai férfi megölte élettársát, majd magukra gyújtotta a házat. Nagy lesz a lángja, irányított nádégetés lesz sóstól. Fokozott figyelmet kér a rendőrség, a karácsonyi időszak veszélyeiről tájékoztatták a lakosságot. A zselés a legkeresettebb. A szaloncukor mellett már egyre többen megveszik a karácsonyi menü alapanyagait is. Köszöntöm Önöket, ez a Halas Televízió csütörtöki hír összefoglalója. Brutális bűncselekmény miatt nyomoz a rendőrség még úton. Az eddigi adatok szerint szerdán éjszaka 22 óra körül emberölés történt. Egy 27 éves garai férfi egy késsel megölte 30 éves mélykúti élettársát, ezt követően magukra gyújtotta a házat, de a kiérkező tűzoltók kivitték az égő ingatlanból a nő testét és a férfit. A nő azonnal meghalt, párját életveszélyes állapotban szállították kórházba. A teljes terjedelmében égő, közel 80 négyzetméteres ingatlanon tomboló lángokat a halasi, a jánoshalmi és a mélykúti tűzoltók fékezték meg. Az ügyben emberölés miatt indított büntető eljárást a megyei rendőrfőkapitányság. Irányított nádégetés lesz a Sóston. Pénteken kora délelőtre tervezik a Sóstó Sporthorgász Egyesület a nádégetést. Előzetesen arról egyeztettek az önkormányzattal és a katasztrófavédelmi kirendeltséggel. A széljárás dönti majd el, hogy melyik részen csapnak fel először a lángok. A kiskunhalasi Sóstó jelentős részén nádas található. Ennek a nádnak a levágása az elmúlt esztendőkben többször is meghiúsult, illetve kiderült, hogy nem gazdaságos a kivágás-levágás. A töredezett, összerothat nádréteg frissítése lenne az égetés célja, hiszen más módszerrel és eszközzel nem nagyon lehetséges ezt a hatást elérni. A nádvágás tehát irányított, és a tűzoltóság és egyéb hatóságok által felügyelt lesz. Jäger Szabolcs, a Sóstó Sporthorgász Egyesület vezetője megkeresésünkre elmondta, reggel 8 órától lesz a gyülekező a tóparton, majd az aktuális széljárásnak megfelelően döntik el a tűzoltókkal közösen az égetés helyét, irányát, fokozott óvatossággal járjon arra mindenki. Gyümölcsből csak a friss, szaloncukorból pedig leginkább a klasszikus zselés fogy a piacon. Napról napra egyre többen látogatnak el az árusító helyekre, hogy megvegyék a karácsonyhoz szükséges alapanyagokat. A megkérdezettek többsége elárulta, nagyjából 15-25 ezer forintot tudnak idén karácsonyi bevásárlásra szánni. Ezekben a napokban sokan vásárolják meg a karácsonyhoz szükséges dolgokat a halasi piacon. Az egyik legkelendőbb termék természetesen most is a szaloncukor. Zselésbe a klasszikus keresik, de keresik az újdonságokat, tehát nagyon árfüggő ez az év, tehát inkább az olcsóbb kategóriát keresik. Kellett-e nagyságrendileg emelni az előző évekhez képest? Igen, igen. Az olcsót hagytuk azon az áron, ahogy tavaly, egy bizonyos összeg alatt, és akkor a drágábbakon kellett emelni, mert az a csoki drágult, meg minden. Próbálnak minél többet megkóstolni, elejében úgy vittek, hogy mindenből egy-egy szemet, utána visszajöttek kis papírral, és akkor tudták, hogy mit szeretnének. Nagyon tudatos vásárlóink vannak. A vásárlók is úgy látják, jobb minél több ízből vásárolni, hogy aztán otthon legyen miből válogatni. Az újdonság is, ha
például a kávé, tiramisú, ezek bármelyik, hogy finom. Inkább az árat, vagy inkább a minőséget figyeli? Hát most attól függ. Egy évben egyszer van karácsony. Akkor azért, amit szeretünk, és akkor az szerint. Én a vegyeset szeretem, amiben egyen csak minden íz benne van. Igazából én nem vagyok édesszájú, úgyhogy én csak az ünnep kedvéért veszem meg az aloncukrot. A háziasszonyok többsége már jó előre kitalálta, milyen menüsort készít az ünnepek alatt. Ehhez is most vették meg az alapanyagokat. Kacsasültet, kagancpaprikást, és akkor húslevest, jó, tyúkhúslevest, az kész. Karácsonyra baromféból, kaparkálós tyúkból, leves, pörkölt, rántott hús. Ez lesz karácsonyra, új évre meg sertés lesz rántva, úgyhogy meg kocsonya. Mekkora összeget tudott most idén a karácsonyra szánni? Hát az az igazság, hogy olyan túlzásba nem vittük, gondolom egy olyan 20-25 ezer forintból kifutja. A kereskedők szerint az igazán nagy rohamra most hétvégén kell majd számítani a piaci standokon. Ne csodálkozzanak, a folyamatos víjogást hallanak a város központban, a galambokat próbálják így elriasztani az egyik épület tetejéről. A napokban sokan felkapták a fejüket az éles hanghatásokat hallva. A város központi társasház teteje és padlása évek óta az egyik legnagyobb galambtanya. A szárnyasok állandóan összepiszkítják az erkélyeket, a járdát, az üzletek előtti részt. Tettek már korábban a tetőre műmadarat, ez ideig óráig távol tartotta a galambokat, most ezt az eszközt egészítették ki a hanghatással. Ez a galambriasztó adja ki ezt a víjogó hangot. A galambok ezt is gyorsan megszokják, így nem igazán zavartatják magukat emiatt. Legyenek figyelmesek az ünnep előtti bevásárlásoknál, de az utakon is, ezt kéri a rendőrség a lakosságtól. Halas főterén a hasznos tanácsok mellett tájékoztató anyagot is kaptak az arra járók. Tessenek vigyázni az értékeikre, zseblopásokra, mindenre. Hasznos tanácsokkal látták el a járókelőket a minap a rendőrség munkatársai Halas főterén. Mindenhol nagy a forgalom az ünnepi bevásárlási hajrában, de mindenkit arra kérnek, hogy legyenek figyelmesek és óvják az értékeiket. Megpróbáljuk megvédeni az állampolgárokat, adventi bűnmegelőzési időszakot tartunk, prevenciós anyagokat hoztunk annak érdekében, hogy minél kevesebb áldozat legyen. Nagyon sok vagyonvédelmi eszközt szeretnénk bemutatni az állampolgároknak annak érdekében, hogy hogyan védhetik meg az ingatlanjukat, hogyan tudják biztonságosan lezárni a kerékpárjukat, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ha vásárolnak, hogyan ne legyenek zseblopás áldozatai. Nagyon sokan elutaznak vidékre, figyelmetlenek az emberek, mindig rohannak, mindenkit arra kérek, hogy zárja le a gépjárművét. Látható helyen ne hagyjanak értéket, ha nagyobb értékű holmikat vásárolnak, azt próbálják meg a csomagtartóba elrakni. Ha bárki, bárhol, bármilyen szabálysértést vagy bűncselekményt lát, keresse kollégáimat, hívják a 112-es segélyhívószámot, bátran forduljanak hozzánk, és megpróbálunk mindenkinek segítséget nyújtani. A lakosság köszönettel vette a rendőrök tanácsait. A táskám mindig úgy van, ez van cipzáróva, úgyhogy nem szeretném, hogyha ellopnák a pénzemet. Figyelünk az utcainkra, meg azért szüleink is ott vannak velünk, és ők is figyelnek ránk, tehát biztonságban vagyunk. Például úgy, hogy akkor a mobiltelefon nem hagyjátok úgy elől, hogy zsebben? Nem szoktuk. Megtartsuk a hölgynek amit mondott, fogunk ügyelni a táskánkra, bezárjuk a lakást, úgyhogy megpróbálunk úgy csinálni mindent, ahogy lehet, hogy vigyázunk mindenre. Az év végén az utakon is nagy a forgalom, a rendőrség a közlekedésben is a lakosság figyelmét kéri. Nagyon fontos, hogy a közlekedésünk során mindig mindenhol tartsuk be a közúti közlekedési szabályokat, tartsuk be a látni és a látszani elveket, ellenőriztessük a fényszóróinkat, nézzessük meg a gumiainkat, cseréljük le téli gumira, és én arra hívom fel a közlekedők figyelmét, ha hosszú útra indulnak, mindig teletankkal tegyék ezt meg, lehetőség szerint világos időszakban közlekedjenek, főleg ha olyan helyre mennek, amelyik területet nem ismerik, mindig legyen náluk feltöltött mobiltelefon, rendelkezzenek megfelelő folyadékkal és élelmiszerrel, mert előfordulhat, hogy egy beleset során többet kell várakozniuk.
Az iskolai téli szünet idejére is jár a segítség a rászoruló gyerekeknek. Az érintettek a szünet 5 munkanapjára kapnak meleg ételt. Az igényeket a családsegítő szolgálathoz kellett visszajuttatni. Az önkormányzati főzőkonyhák közül a Lomb utcaiban készül majd a téli szünetben az ebéd. A KIX azt kéri, hogy aki igényelte az ételt, az a megadott időben menjen és vegye át. Az önkormányzati főzőkonyhán, mint ahogy mindig a téli szünet idején is tartalmas, egészséges ebédet készítenek a gyerekeknek. Könyvbemutatót tartottak a Torma János Múzeumban tegnap este. Megjelent a Kiskunhalas története sorozat 4. kötete, amely a 20. század második felétől foglalja össze a város történetét. A könyv premiéren Fülöp Róbert polgármester mondott nyitó beszédet, melyben megköszönte minden alkotó közreműködését. A könyvet Szakál Aurél és Ő Kovács József szerkesztették. A fejezetek kidolgozásában több szerző is részt vett. A könyvben mutatón jelenlévő alkotók röviden ismertették a fejezetek tartalmát. A kötet igyekezett a lehető legpontosabban és sokrétűbben bemutatni a város múltját. A könyv fényképekkel is illusztrált. A bemutatóra egy későbbi adásunkban még visszatérünk. Kézműveskednek és barkácsolnak, illetve ötvözik a hagyományokat és a modern technikát a Sziládi Gimnázium szakkörein. Ma délután például mézes kalácsot sütöttek a diákok. A tervek szerint a tanórákat is kiegészíthetik szakkörök, például úgy, hogy hangszereket készítenek az énekórára. Mézes kalácsok sültek a hagyományőrző szakkörön. Az egykori rajzteremben kialakított műhelyben már ünnepi hangulat uralkodik. Az alsóbb évfolyamos diákoknak többféle délutáni foglalkozást is bevezettek a Szilárd János Református Gimnáziumban. A digitális világ ugye nagyon-nagyon fölkapott, és a kézművesség kicsit háttérbe van szorítva. A gyerekek nagyon sokat foglalkoznak, ugye telefonjaik, internet, stb. És emellett szükség van arra, hogy ezek a hagyományőrzés, a kézművesség fönnmaradjon. Minden, ami kézművesség. Tehát nem csak babakészítésre gondolok, hanem akár a lakberendezéssel kapcsolatos dolgok, ajándéktárgyak készítése, hennával fogunk festeni. Tehát egy nagyon-nagyon sokrétű lesz ez a szakkör, illetve foglalkozás. A diákok azt mondják, szívesen járnak a foglalkozásokra. Napközibe járok, és a napközis tanár egyszer odajött hozzám, hogy jöjjek én is szakkörre, és el is jöttem, és meg is néztem, és akkor még egy feldíszítettük a karácsonyfát az ebédlőbe, és nekem nagyon megtetszett, úgyhogy jöttem többet is, és most ugye mézes kalácsot sütünk, de majd fogunk varni is. A hagyományőrzés mellett a modern technika is helyet kapott a szakkörök között, sőt még ötvözik is a régi, illetve az új ismereteket. Ez a kezdeményezés országosan is egyedülálló. Én a digitális kézműves műhelyt vezetem. Elsősorban 3D nyomtatás és 3D tolla, amit tanítok a gyerekeknek, illetve játékos robotépítés, robotprogramozás lesz majd, és interaktív makett készítés a tavaszi programunk. A 3D nyomtató és a játékos programozás mellett van egy barkács műhelyünk is, ahol a Kardos Monika tanárnő fa használati tárgyakat készít a gyerekekkel. A tervek szerint a szakkörök még a tanórákat is kiegészíthetik. Az iskola pedagógusaival egy közös projekteket fogunk levezényelni, tantárgyi projekteket, aminek a helyszíne itt fog történni. Tehát például érkezett ilyen igény, hogy népi hangszereket készítsünk természetes alapanyagból, meg tudjuk tenni, van már helyszín anyag, és akkor hármon közül a hozzáértő pedagógus egy különleges tanórát tud tartani a gyerekeknek énekóra keretében. Híradónk végén most összefoglaljuk a legfontosabbakat. Késelés még úton. A 27 éves garai férfi megölte élettársát, majd magukra gyújtotta a házat. Nagy lesz a lángja, irányított nádégetés lesz Sóston. Fokozott figyelmet kér a rendőrség, a karácsonyi időszak veszélyeiről tájékoztatták a lakosságot. A zselés a legkeresettebb. A szaloncukor mellett már egyre többen megveszik a karácsonyi menü alapanyagait is.
Kedves nézőink, rögtön jön az időjárás előrejelzés, majd a napi mozaikban Opic Barbie főtéri fellépéséről mutatunk be egy 8 perces részt. 7:30 kezdődik a Kultúrkép magazin, Fehér Erika kolléganőm már itt van a stúdióban. Szia Erika, mit állítottál nekünk össze mára? Zene, zene és zene. Különböző dallamok és hangszerek kapnak hangsúlyt mai évzáró műsorunkban. Köszöntöm Önöket, szia! Adventi hangulatú koncertet adott Halas főterén a Bojtornyán együttes, 3 kórus énekelt a baptista imaházban, és egyszerre 11 harmonika szólt a Torma János Múzeumban, mi pedig beszámolunk ezekről az eseményekről. Jön egy könyv premier is, hiszen most jelent meg a Halas történetét bemutató sorozat 4. kötete, erről is beszélgetünk Szakál Aurillal, de programokat, és még olvasmányt is ajánlunk az ünnepekre, ez mai kínálatunk, tartsanak velünk. Erika, köszönöm szépen. Kedves nézőink, friss hír összefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, akkor Szőri Attila foglalja össze a történteket. További kellemes televíziózást, viszontlátásra!